Idén negyedik alkalommal tartotta határon túli helyszínen kihelyezett ülését a Magyar Művészeti Akadémia Határon túli Ügyek Bizottsága, mert maga az alakuló ülése is ezelőtt szűk három esztendővel határon túli helyszínen volt. Az, hogy Kárpátaljára jöttünk, az szerintem sok magyarázatot nem igényel az Ukrajnában kialakult helyzet. Való tekintettel természetesnek vettük, hogy kifejezzük a szolidaritásunkat. Másfelől pedig már ugye korábbi három helyszín után is evidensnek tűnt, hogy Kárpátaljára érkezik a bizottság. Itt is érdemes talán kihangsúlyozni, hogy itt mi Kárpátalján teljes békét és nyugalmat láttunk, teljes odafordulást a mi ügyeink felé. Az első nap az azon túl, hogy az itteni szervezők, a vendéglátó partnerek új épületét, vagy hát azt mondhatjuk, hogy ma már nem új, de mégis még mindig újszerű állapotban lévő és folyamatosan bővülő épületét, a Beregszászi főiskolát, a II. Rákóczi Ferencről elnevezett főiskolát megtekintettük, majd ugyancsak a főiskolán volt egy est, ahol a bizottság tagjai bemutatkoztak, majd azt követően kárpátaljai művészeti és kulturális szervezetek is bemutatták tevékenységüket, csatlakozva hozzájuk a kárpátaljai civil szervezeteken túl az egyházi képviselők is. Ezt követően volt egy fogadás, ahol már ugye kevésbé kötött formában folytatódtak a beszélgetések. A tegnapi beszélgetések követően, mint egy az est hivatalos részét lezáró módon átadtuk a június 7-én egésznapos nyílt nap keretében zajló jótékonysági programsorozatunkat. Ugye egész nap nyitva volt a Vigadó, és az akadémia szervezeti logikájához és szellemiségéhez kötődően egy összművészeti programsorozattal vártuk a vendégeinket. Itt a programok megtekintése, az azokon való részvétel ingyenes volt. Kihelyezett urnákban gyűjtöttünk adományokat. Ennek a közelítőleg 1.200.000 forintnak a jelképes átadására került sor az est végén. Átadtuk a Kárpátaljai Főiskoláért Alapítványnak az összeget igazoló dokumentumot, és hát ennek a gyűjtésnek a célja a kárpátaljai művészeti iskolákban tanuló magyar gyermekeknek a támogatása. Ez az összeg nagyságát tekintve, hogyha átszámoljuk, hiszen zeneiskolai, művészeti iskolai vezetőktől tandíjak nagyságrendjéről kaptunk tájékoztatót, ez 800 havi tandíj összege, ami azt jelenti, hogyha így veszük, hogy 80 művészeti kisiskolás gyermek egész éves tandíját biztosítja ez az összeg, ami azért azt gondolom, hogy egy nagyon szép ajándék, támogatás, és hát úgymond ezt a figyelmességünket ezen fiatalok, ezen gyermekek és a pedagógusaik azzal a figyelmességgel köszönték meg, hogy a zenei és népművészeti kurzusokon tanuló diákok produkcióból egy csokorral mutatkoztak, bemutatták be a kisdiákokat. Azt kell mondjam, hogy nem csak lélekkel, de nagy-nagy tehetséggel is átitatott produkciókat láttunk, és ez tényleg egy igazi, szép végpontja volt a tegnapi este hivatalos programjainak. A mai nap a kihelyezett bizottsági ülést tartotta meg a Határon túli Ügyek Bizottsága, ahol részben a kárpátaljai magyar művészek, ugye akadémikusaink mutatkoztak be, úgyis, mint művészek, és úgyis, mint kivétel nélkül művészeti közéletszervezők. Tehát itt Magyar László, Erfán Ferenc, Vári Fábián László,
Füzesi Magda, Nagy Mihály Zoltán egyaránt az életútjukon keresztül és művészetükön keresztül bemutatták azokat a szegmenseit, de ezzel egyébként egy összképet adva a kárpátaljai magyar kultúráról, kulturális életről. Tulajdonképpen még ami a művészeten túl is van, arról is. A bizottság ezen túl áttekintette az elmúlt hónapok eseményeit, tulajdonképpen a megelőző nap után már röviden kellett csak értékelni a jótékonysági akciónkat, de kapcsolódó programként a vendégségben itthon programot is értékeltük, amely és ahhoz kapcsolódóan a Magyar Napló által szervezett hajóutat is, ugye a vendégségben itthon pedig a könyvhét program eleme volt, amit ugye az akadémia kezdeményezett, ahol akár itt a mai nap megjelent akadémikusok közül is többen bemutathatták irodalmi munkásságukat, illetve voltak új kötetes szerzőknek is könyvbemutatói. A mai nap ezen túl és a holnapi nap magyar emlékhelyek meglátogatása, Munkács, Szolyva, Verecke meglátogatása lesz. Nyilvánvalóan, hogy itt megjelenő akadémikusok és a helyi magyar kulturális életnek a képviselői megemlékeznek az adott helyszíneken azokra a történelmi eseményekről, vagy a kulturális jelentőségéről az adott helyszínnek, amely tulajdonképpen össznemzeti érték. A Prokultúra Szubkarpatika civil szervezet 2011-ben alakult Beregszászban, több civil szervezet összefogásában, méghozzá a Kárpátalja Magyar Pedagógus Szövetség, a KMKS és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola összefogásával. A célja az volt, hogy tulajdonképpen Beregszászban egy kulturális légkört teremtsen, és olyan közösséget építsen, akik nyitottak a kulturális élet és a művészetek iránt. Kezdetben egy Kultúra 1000 arca című programmal indultunk, aminek az volt a feladata, hogy különböző kulturális szegmenseket nyissunk meg. Ez azt jelenti, hogy képzőművészet, zeneművészet, hagyományőrzési feladatokat vállaltunk fel, és ez olyan jól sikerült, hogy az első évünket 78 rendezvényen zártuk itt Beregszászban. Következő éven azt láttuk, hogy ezt nem csak Beregszászban szükségeltetik, hanem egész Kárpátalján át kellene értelmezni azt, hogy rendezvény, művészet, kultúra, és elindultunk, hogy különböző helyszíneken szervezzünk előadásokat, irodalmi esteket, irodalmi zenés találkozókat, író-olvasó találkozókat, és így nagyon sok helyszínre jutottunk el. Első nagy rendezvényünk az a Kuruc Fest volt, ez egy hagyományőrző fesztivál, amit nem messze innen Beregszásztól a nagyszülési járás Péterfalva nevű településén szervezünk. Ez egy nyári esemény, és itt Kárpátalja táncosai, népzenészei, együttesei mutatkozhatnak be a nagy közönség felé, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen civil, sátras, képzőművészetes, illetve kézműves találkozó is, ahol a gyerekek beülhetnek kézműveskedni, játszhatnak együtt, táncolhatnak, tehát nagyon sok mindent. Ez egy egynapos rendezvény, és ennek a rendezvénynek a folytatásaként kitaláltuk, hogy nem csak a magyar lakta településekre kell eljutni, nem csak a zömében magyar lakta településekre, hanem olyan helyekre is, ami már szórvány. A következő ilyen nagy projektünk a Betlen nap volt, mivel hogy Mára Maroshoz nagyon szorosan történelmileg kapcsolódik Betlen Gábor alakja, ezért Houston, ahol 8%-os magyarságról beszélünk, Betlen napot, magyar napot szerveztünk, és ide szintén a környező hagyományőrzőket hívtuk meg. Ez egy szintén nagyon nagy rendezvényén nőtte ki magát. Ez az, a nagyon nagy az azt jelenti, hogy a Kuruc Festen a tavalyi éven már 5000 látogatóval, a Betlen napon, mivel ugye egy kisebb közösség, ott körülbelül 800-900 látogatónk volt, úgyhogy köztük ukrán anyanyelvűek is, és
úgy éreztük, hogy ez nagyon, nagyon sokat segített abban, hogy a helyi közösségnek az identitását egy kicsit megerősítsük, és a pozícióját, a társadalmi pozícióját is, tehát büszkék lehessenek arra, hogy ők magyarok, mert tényleg kijött az ukrán közösség is, és együtt vettek részt ezen a rendezvényen. Ukrajna egyetlen hivatásos magyar nyelvű színháza vagyunk. Ennek megfelelően ez az ország értelemszerűen nem törődik velünk sokat, csak amennyit feltétlenül muszáj. Bizonyos magyar-ukrán államközi egyezménynek köszönhetően jött létre a színházunk annak idején, 1993-ban. Azóta a minimálisnál lényegesen kevesebb ígéretet teljesített az ukrán állam, úgy, mint színészlakás, ami azóta sincs, illetve van, de nem az államnak köszönhetjük. Annyiban változott a helyzetünk, hogy már nem a város tart el minket, hanem a megyei költségvetéshez tartozunk. Tehát a fizetésünk azóta rendszeres. De nem ad okot arra, hogy nagyon elkényelmesedjünk, és még nem mondjuk Tahitit. Viszont az épületet az ukrán állam a lehető legkevesebb eszközzel támogatja. Ugyan rendbeszedték annak idején a nagy termet 2002-3 körül, amin még az akkor még 7 tagú színész műszakos gárda is dolgozott, hogy a színházterem lehessen. Furtunk, faragtunk, vasesztergályos munka, asztalos munka, festettünk, tehát gyakorlatilag mi fejeztük be azt, amit elkezdtek. Tulajdonképpen a színházunk megalakulása óta gyakorlatilag az összes előadásunk repertoáron van. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy bemutató után 2 hónappal félretegyünk valamit, mert elkészült egy következő előadás. Évente 1-2 bemutatónk van, vagy annyi se. Nyilván mindig attól függ, hogy sikerül-e elnyernünk valamely pályázati összeget, és sikerül-e találnunk egy olyan rendezőt, aki ezért a csekéke jelképes összegért hajlandó lejönni, és elvégezni egy munkát velünk. A főiskola egy 20 éve született intézmény, amit a kárpátaljai magyar civil szervezetek kezdeményeztek és hoztak létre. Így a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Pedagógus Szövetség, és majd ehhez csatlakozott a Református Egyház. Az intézmény Ukrajnában államilag elismert diplomát ad ki, és viszont az ukrán államtól támogatást nem kap. A magyar állam jóvoltából működünk. Évtizeden keresztül alapítványi, pályázati alapon működtünk, illetve a befizetett tandíjakból, de 2011-ben kötöttünk egy stratégiai megállapodást a magyar állammal, a miniszterelnökkel, és innét kezdve teljes mértékben ők vállalják a fenntartásunk és a fejlesztés költségeit is. Egyetlen ukrajnai magyar felsőoktatási intézmény, ahol az oktatás magyar nyelven zajlik, óvodapedagógia, tanítói, angol, történelem, ukrán, magyar, földrajz, biológia, kémia, matematika, informatika és közgazdasági szakokon, és emellett bázis intézménye magyarországi kihelyezett tagozatoknak is, hogy az élet legszélesebb részét lefedjük, vagyis hogy a diákok megtalálják a saját számításaikat, tudáshoz és bizonyos fokú magyar művelődési értékekhez jussanak, ugyanis koncepciónkban benne van, hogy amellett, hogy oktatási intézmény, tudományos műhely és kulturális központ, és a kulturális központ szerepét is igyekszünk betölteni, számos esetben ilyen, hogy színházi bérleteket, előadásokat szervezünk az I.S. Gyula Színháznál, koncerteket, saját zenekaraink vannak a gyermekeknek, verséneklő, néptáncoktatás és egyéb téren. Ehhez kapcsolódik a mai rendezvényünk is.